Köszöntöm Önöket, ma ismét két történettel készültünk. Bándi Sándor Domokos Udvarhelyszék egyik legjobb gyümölcs-zöldségfaragó mestere. Bár ez a különleges mesterség nem túl gyakori Erdélyben, némi kézügyességgel, kreativitással és rengeteg gyakorlattal el lehet sajátítani. Hogy hogyan lesz egy egyszerű zöldségből, gyümölcsből csodálatos műalkotás, az a következő percekben kiderül. Bándi Domokos elsősorban szakácsnak vallja magát, e mesterség alapjait Németországban sajátította el. A főzés mellett 2007-ben találkozott először a zöldségszobrászat fogalmával és technikájával. Azóta szebbnél szebb alkotások kerülnek ki a keze közül. Én a középiskolába elektrotechnikát végeztem. Aztán a 10. osztályban rájöttem, hogy nem igazán szeretem ezt az elektromos áramköröket, meg ilyesmi. És amikor elvégeztem a 12. osztályt, leérettségiztem, akkor volt egy munkahelyem, az a munkahely az becsődölt, és utána kezdtem egy étterembe, és ott, mint mosogatólegény, konyhasegéd, úgy kezdtem el a szakmámat. Utána jött egy ajánlatom, ami Németországban volt, 2 évet, és amikor hazajöttem, akkor kezdtem el ezt a zöldséggyümölcs szobrászatot, ott tanultam meg az alapokat. Hogy Erdélyben nincs túl nagy hagyománya ennek a mesterségnek, az valószínűleg azzal is magyarázható, hogy kevés olyan személy akad, aki elég kitartóan és kreatívan áll a feladatokhoz. Hiszen itt egy valódi alkotói folyamatról van szó, amely során az adott formában, legyen szó zöldségről vagy gyümölcsről, fel kell fedezni a mintát, a díszítést. Sokan azt mondják, hogy az emberek, hogy ha te zöldségbe tudsz faragni, akkor biztos fába is nagyon jól tudsz faragni. Holott ez nem igaz, mert a kettőnek, tehát a fának és a gyümölcsnek ugye az két külön alapanyag. A fát azt kalapálni kell, faragni kell, oda kell egy kicsi erő is, a gyümölcshöz pedig nem, de viszont a gyümölcsöt, hogyha elrontottad, azt nem tudod kikalapálni újra. Nem sokan vannak az országban, de kerül, sőt, szinten is elég sínylik ez a zöldséggyümölcs szobrászat, de ahogy látom, egyre nagyobb az igény rá. A jó szobrásznak kézügyességgel, kreativitással és sok-sok türelemmel kell rendelkeznie ahhoz, hogy létre tudja hozni az elképzelt formát. Egy remegő, bizonytalan kéz sokszor teljesen elronthatja a megálmodott végterméket. Rendkívül higgadt és nyugodt lelki állapot kell ahhoz, hogy ezt tudja csinálni. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, az a türelem. A gyümölcs vagy zöldség kiválasztásakor fontos szempont, hogy egészséges és ne túlérett terméket használjunk, hiszen abból könnyebb dolgozni. Ugyanakkor elengedhetetlenek a megfelelő munkaeszközök is, amelyek nélkül nem lehetne kifaragni az elképzelt formát. Vannak kiskések, meg szikék, meg kiegészítő elemek, eszközök, de viszont tulajdonképpen egy nagyon-nagyon jó vágó kiskés, ami nagyon fontos tényleg, tehát úgy hangsúlyt fektetek arra, hogy tökéletesen jó legyen az éle, mert különben, ha nem jó minőségű késsel, vagy nem jó vágó késsel dolgozunk, akkor nem tudsz összetett munkát végezni, nem tud szép munkát végezni, szóval az nagyon-nagyon fontos, hogy jól vágjon. No, hát tehát ez egy tájkés tulajdonképp, az egyik gyengébbik fajtából úgymond, de vannak ebből professzionálisok. Tehát itt van egy olyan része ennek a vége, hogy tudsz a dinnyébe esetleg karcolni, és utána ki tudod vágni, ugye, tehát rajzolást, bármit rajzolsz vele. Itt van ez a tájfele, ugye, akkor ezzel így mészni. Tehát ez a tájkésnek az a lényege, hogy a hegye, tehát ilyen hajlékony, igen, és akkor egy részletes munkát tudsz végezni, csak ez egy nagyon-nagyon rossz minőségű anyagból készült. Van itt azért többféle dolog is, például a háromszög, ugye, hogyha például egy liliumot csinálunk, vagy bármilyen olyan virágot, amelyiknek szírma van, egy mozdulattal a szírmokat meg lehet készíteni belőle, tehát úgy, mint akár csak itt is, ahogy készítettük. karalábévájó a közepének, vagy esetleg egy más alapanyagra szoktam én azt használni. Ételeknek, mikor bent dolgozok a konyhán, akkor ételeknek a díszítését, ugye ez egy ilyen julienne vágó, csíkozó szerszám. Ez a szerszám, ez az egyik nagy kedvencem, úgymond. Nagyon-nagyon szeretem. Na nézzük, ugye, mint mondtam, hogy ezekből van többféle is, tehát kisebb, nagyobb, méret szerint közepes. Ugyancsak ez a vényelőből is van méretből többféle méret. Egyik fele vényelő, másik fele ilyen kerekített, tehát leveleket lehet belőle készíteni. Még ami fontosabb, még ez a hegyzőt, ezt nagyon-nagyon szeretem, belerakjuk a sárgarépát vagy bármit, és a csavargatás közben ilyen leveleket képez rajta. De úgyis az egyik, ami a legfontosabb, ez a kiskés, és ezeket, tehát a legtöbbet, amit használok, az így körülbelül. Most akkor még tehát ezek a legfontosabbak. Még kókuszdióban is láttam, hogy faragnak az emberek, ami nem lehet egy könnyű dolog. Tehát többnyire szerintem a gyümölcsöknek úgy 90%-ából lehet valamit összehozni, tehát faragást. Annyit kell tudni például azt, amit most fogok készíteni, az az egyik legegyszerűbb és legnagyszerűbb, és nagyon-nagyon látványos dinnye fog készülni, és rövid időn belül tulajdonképp. Hát egy karalábévájóval ugye kivettem a közepét, ezt egy picit itt megjelöljük néhány dologért, azt majd megmutatom, hogy miért is. Vágunk ilyen kis barázdákat bele. Amúgy a dinnye az nagyon érett, látom már a színén. Azért az egyik kedvenc alapanyagom, mert háromszínű, mutatós. Tehát már vesszük ugye ezt a zöld színét, ezt a fehér színét, és belül ezt a piros színét, ez nagyon-nagyon szuper dolog. Most megcsináljuk a leveleknek a helyüket, úgymond. Tehát, hogy lássuk, hogy hogyan helyezkednek el majd a levelek, és körbevágjuk azokat. Most megcsináljuk az első néhány levelet. Egyszerűs, nagyszerű. Tehát itt be vannak vágva, és akkor már úgy látom is azt, hogy mennyit kell bekonyolítani, csak mindig egy kicsit így lefaragunk. És akkor most jön a következő sor, ugyanezzel a technológiával, szimmetrikusan hozzáfaragva. Hát például van egy nagyon sima karalábévája, amit bármelyik üzletbe be lehet szerezni, tulajdonképpen ilyen háztartási üzletekbe. Ez csak annyival van megspékelve, hogy itt a karimája meg van élesztetve szakemberre. És azon kívül pedig vannak még kiegészítő szikék, meg kések, azokat nem sokára fel is használjuk, látni fogjuk. Látványos, mert nagy. Látványos, mert színes. Háromféle színű. És akkor megyünk egy sort. Egyre lennebb megyünk tulajdonképp, és egyre kifele megyünk a dinnyének, addig, ameddig majdnem kiérünk a széléhez. Utána jön egy árnyékolás, úgymond, és készen is van. Tehát mindig, látod, de levéltől levélig vágok egyet ott középen pedig külön. Meddig kell lemenni, amíg teljesen az egészen? Hát attól, ez a dinnyétől is függ, mert ez most már szépen lassan, mindjárt látom, hogy kezd bekásásolni, tehát ez egy nagyon-nagyon érett dinnye. De mindjárt kiderül, hogy meddig megyünk le. Itt már látszik, látod, ez már a túlérettségnek a jele. Ez már itt egy nagyon érett része a dinnyének. Már látom is, hogy nem is tudom, hogy lesz-e belőle szírom normális. És akkor most veszük ezt a szikét szépen. Például ezt lehet használni több részre is, de főleg azért, hogy a szirmokat egy kicsit ki tudjuk hímezni. Lett egy stílusom, lett egy kézjegyem, egy úgymond egy aláírásom a vendégek szemébe, hogyha betérnek az étterembe, ahol dolgozom, és meglátják az ételeken a munkáimat, akkor valószínűleg tudják azt, hogy ez az én kézjegyem, ez az én aláírásom, hogy faragott díszítések vannak a tányéron, próbálkozom egy kicsit úgy nemzetköziesebben tálalni az ételeket felfele, letisztult ételek legyenek, szóval ezek az én kézjegyeim, és ez mindig ebből nyilvánul meg a szobrászatból, a kreativitásból, hogy ugye ez a zöldséggyümölcs szobrászat, ez egy kreatív munkakörhöz tartozik, úgymond. Az alkotás során az igazi kihívás maga munkafolyamat. Domokos nem mindig tudja előre, hogy az adott zöldségből vagy gyümölcsből mit fog kifaragni. Véleménye szerint fontos felismerni az egy-egy mozzanatot nyújtotta lehetőségeket. Nem szabad ragaszkodni az előre elképzelt formákhoz, merni, improvizálni kell. Például, hogyha eltervezek valamit, hogy akarom, de lehet, hogy a gyümölcs vagy a zöldség nem olyan minőségű, és ez így áthúzza teljesen a számításaimat, akkor jön az improvizáció. Hát a kihívás az nekem mindig a mennyiségről szól. Tehát a kihívás a számomra az, hogy amikor van egy nagyobb rendezvény esetlegesen, és arra kell dolgozni, akkor az a kihívás, hogy időben meg tudod-e csinálni, mert ezt nem úgy működik tulajdonképp, hogy előtte való nap, vagy egy hétre előtte megcsinálod, lefagyasztod, hűtőbe tárolod. Szóval az a kihívás, hogy rövid időn belül ezt a nagy mennyiséget tud kivitelezni, úgymond. Tehát abban van a kihívás inkább. Az elmúlt időszakban minden helyi gasztronómiai bemutatón jelen volt munkáival, sőt, nemzetközi versenyen is részt vett. Ezek a tapasztalatok mind hozzájárulnak a szakmai fejlődéshez, meséli Domokos. Tulajdonképp, ami nemzetköziről beszélünk, az Vásárhelyen többször is megszervezett gasztropánt tudom említeni, ahol rendkívül komoly szakemberek jelennek meg, és abból lehet inspirálódni, abból lehet ötleteket venni. Rendkívül jól éreztem magamat, mivel hogy egy kicsit bölcsen mentem oda, hogy na, én is tudok faragni, aztán ott rájöttem hamar, hogy az, amit én csinálok, az még nem jó. De semmi gond nem volt belőle, ugyanis hazajöttem, befektettem a szakmába, eszközöket vettem, könyveket vettem, folyamatosan tájékozottam, kutattam, kerestem azt, hogy hogyan lehet ebből jobb. Domokos azt mondja, jól meg lehet élni ebből a szakmából, ha az ember következetesen, kitartóan és alázatosan végzi a munkáját. Abszolút. De inkább szezonfüggő. Tehát a zöldséggyümölcs szobrászat a szezonfüggő. Többnyire nyáron. Tehát úgy késő tavasztól egészen késő őszig meg lehet élni belőle. És amúgy, tehát főállásban ugye az én szakmámmal szakácsként tevékenykedek. Eléggé merész álmaim vannak, de azt mondtam, hogy még fiatal az idő, még előttem az élet, úgymond. Hát a saját étterem egyik az. Egy kicsike, nem nagy, csak egy kicsi és színvonalas legyen. Hát ez a legmerészebb álmom, de hát merész álmai mindenkinek lehetnek. Aztán mit hoz az élet, azt majd kiderül. Sepsi-Szentgyörgyi Csere Mihály amatőr csillagász, asztrofotós néhány évvel ezelőtt kezdte komolyabban szemlélni az égboltot. A Vega Csillagvizsgáló Egyesület munkatársa már sok csillaghullást, nap- és holdfogyatkozást, szabad szemmel láthatatlan jelenséget látott és dokumentált. A munkája során megélt feledhetetlen káprázatos élményekről ma mesél nekünk. Csere Mihály jelenleg egy Sepsi-Szentgyörgyi programozó cégnél dolgozik, ám minden szabad idejét a természetben, a csillagok alatt tölti. Már iskolás korában nagyon érdekelte az asztrológia, a bolygók tanulmányozása, a naprendszer. Csillagászattal igazából először kapcsolatban, amikor úgy felcsillant a szemem, hogy wow, mi ez? Az 5. koromban volt egy földrajztanárom, Rabocskai tanár úr, és ő nagyon-nagyon érdekesen adta elő egy 5 éves kisgyereknek, hogy mik is a bolygók, mi is a nap, hogy a nap is egy csillag, hogy mi is a hold. Először akkor lettem érdekelt csillagászatba. Utána teltek az idők, hát olvasmányokat olvastam, de amiután a liceumot befejeztem, majd kerültem újra kapcsolatba a csillagászattal, ezelőtt egy olyan 15-16 évvel körülbelül, amikor volt egy nagyon aktív napciklus, Konyhádibás és Sepsi-Szentgyörgyön mutatta be a közösségnek, tehát ő az, akitől láttam először igazi járdacillagászatot, és mutatta be a napfoltokat. Na, akkor lettem újra igazán nagyon-nagyon érdekelt, felcsillant a szemem utána. Akkor is láttam először távcsövet, akkor abban az évben néztem először komolyabban távcsővel különböző bolygókat, objektumokat. 6-7 évvel ezelőtt Misinek sikerült beszereznie a saját felszerelését. Azóta kedvenc időtöltése egyre komolyabbá vált, hiszen adottak lettek a fotózáshoz szükséges technikai feltételek is. Akkor volt az a fordulópont, amikor igazán rákattantam az egészre, és már így is túlzásban itt sok hobbi mellé bekerült még egy hobbi, amelyik a legfontosabb hobbi lett igazából időközben. És azóta, mivel meg kicsit komolyabban előre csak megfigyeléseket végeztem, figyeltem az eget, tanultam keresgélni rajta, eligazodni, tájolódni rajta, és akkor, ahogy teltek múltak a hónapok, évek, akkor különböző kamerákat vásároltam, bolygózásra, mert igazán csillagászatban szinte mindenre külön kamera kell, vagy külön távcső kell. Hogyha napot akarsz, akkor egyfajta távcső, bolygót másfajta, galaxisokat akarsz nézni, megint másfajta. És akkor vettem különböző kamerákat, saját fényképezőgépemet szétszettem egy barátommal, és meghergeltük, és akkor így lettem aztán lassan fotós és asztrofotós. Ahhoz, hogy valaki jó csillagász legyen, nem elég figyelmesnek lennie. Fontos a technikai tudás és a kitartó munka is. Az asztrofotózáshoz a kitűnő objektívek mellé szinte elengedhetetlen a megfigyelő éles, éber tekintete, hogy a megfelelő pillanatban tudja rögzíteni a másodpercek alatt változó égi jelenségeket. Hogy milyen szempontból akar az illető jó csillagász lenni? Jó szakember akar lenni, tehát profi szinten akarja ezt űzni, vagy amatőr szinten akarja űzni. Ha profi szinten akarja űzni, akkor matematika és fizika, kegyetlen mennyiségben. Hogyha amatőr szinten akarja űzni, akkor ellenben a határa csillagoség, attól függ, hogy mit szeretne csinálni. Igen, van az egésznek egy művészeti vetülete is, tehát az asztrofotózás egyfajta művészet, mert hiába fotózunk órákon keresztül egy objektumot, a maga folyamat, amitől a fotózástól eljutunk a végső termékig, egy művészi folyamat, mert te döntesz el arról, hogy különböző aspektusokat hogyan dolgozol ki. Tehát nem állt a művészeti része sem. Bár a csillagász szakma nem túl elterjedt Erdélyben, mégis az utóbbi időben egyre többen kacérkodnak ezzel a különlegesen szép mesterséggel, meséli Misi. Erdély szinten több mindent jelent, van egy EMCSE nevezetűre szervezet, az Erdély Magyar Csillagász Egyesület. Azon belül is össze vannak foglalva bizonyos amatőr csillagászok, de azon kívül Erdély különböző városaiban különböző emberek összefogják a társaságot és összerázzák a társaságot. Rendezünk járdacsillászatokat, Kolozsváron nagyon-nagyon népszerű Váradi Nagypálnak a csillagtúrája, amikor különböző erdőkbe járnak és éjjel nézik a csillagokat közösen. Vannak asztrofotós közösségek, fórumokon, interneten tartjuk egymással a kapcsolatot, szóval meglepő, nem úgy beszélhetünk, hogy van belőlünk 3-4, hanem tényleg vagyunk több 10. A Vega Csillagvizsgáló Egyesület tagjaként Misi gyakran kilátogat a csillagvizsgálóhoz. A gyönyörű környezetben lévő különleges épület remek hely a csillagok kémlelésére. Misi bennünket is körbevezetett ebben a csodálatos univerzumban. Ez a Vega Csillagvizsgálónak a kupolája. Innen szokott az asztrofotózás történni. Ez általában, tehát amikor bemutatókat tartunk ide, embereket nem engedünk be, mert a hely is egy kicsit szűk, és a felszerelés is kényes, tehát ez egy nagyon drága állvány. És ezt a távcsövet csak arra használjuk, hogy fotózzunk. Hogyha be van kapcsolva a távcső, a számítógépre vezéreljük, akkor ahogy a távcső megy körbe és keresi az égen az objektumot, úgy a kupola is követi, hogy a kupola nyílása is ugyanott legyen. Szintén a kupola is számítógép vezérel. Tehát egybe van kötve a távcső, a montúra és a kupola. egybe van kötve, és akkor az egész megy körbe, és a számítógép, tehát az egész követi, hogy a nyílás, a vágás, a kuponán ott legyen, amerre a távcső is néz. És amiután megvan az objektum, fogjuk a kameránkat, felszereljük a távcsőre, és rákötjük a számítógépre. Attól a pillanattól kezdve a számítógépnek megmondjuk, hogy akarunk fotózni. Az asztrofotózás érdekességes azért, amit kiemeltem korábban is, hogy mennyire fontos a követés, az az, hogy amikor egy nagyon halvány galaxis fotózunk, vagy egy nagyon halvány űrködöt fotózunk, akkor nem elég, mint egy normál amatőr géppel, hups, kec, és le van fotózva, hanem sokszor órákig kell fotózni az illető objektumot, hogy megkapjunk egy szép képet róla. Nyílt napokkor a Vega Csillagvizsgálónál, akkor hát én is itt csak egy meghívott vagyok, hogyha úgy mondjuk egy komolyan meghívott, aki bemutatókat is tart, de én is csak tagja vagyok egy nagyobb közösségnek. Azon kívül rendezzük a járdacillagászatot, a Csillagászat Napját bent a Sepsi-Szentgyörgyi központjába. Tehát mit mondjak, a feladatkör az éppen attól függ, hogy mire van szükség. Mert egy amatőr csillagász tarthat egy általános csillagászati bemutatót, hogy az égen mik a csillagképek, mik ezeknek a jelentőségeik a mi múltunkban, a Föld az emberiség múltjába általánosan véve, mert igaz, a csillagképek különböző kultúrákhoz csatolhatóak, a nevek is ezeket tükrözik, vagy éppen beszélhetünk arról, hogy én, mint amatőr fotós, tanítom azt, hogy mik a tapasztalataim, hogy juttam el oda, hova eljuttam, milyen felszerelés kell, vagy esetleg különböző előadásokra meghívnak iskolákba, hogy beszéljek a bolygókról például külön, hogy mik a tulajdonságaik. Tehát amennyiben az ember komolyan gondolja, nagyon-nagyon-nagyon sok szint van benne, amit el lehet sajátítani. Ahhoz, hogy jó felvételek készüljenek, elengedhetetlenek a jó időjárási körülmények. A szép képek alapfeltétele a tiszta égbolt, a száraz idő. Ilyenkor lehet megpillantani egy ritka csillagképet, egy kisebb bolygót. 2 vagy 3 éve volt egy csodálatos nyarunk, amikor szinte minden egyes este olyan egünk volt, hogy bármit csinálhattunk. Sajnos az idén nagyon-nagyon rosszak voltak az időjárási körülmények, nagyon gyakran, még hogyha nem is esik az eső, de ilyen részlegesen felhős az égbolt, és ez használhatatlan asztrofotó szempontból. Tehát kötelező nekünk a száraz, kristálytiszta ég, amelyiken tudjuk nézni a dolgokat, mert a legkisebb zavargás és a legkisebb levegő mozgás is a nagy nagyításnál olyan hullámzásokat képez a képben, hogy ez használhatatlan lesz. Az amatőr csillagász sok különleges égi jelenség megörökítésével büszkélkedhet. Ám azt az élményt, amit csillaghullás, nap vagy holdfogyatkozás alatt megél, nem lehet szavakba önteni. Amit éppen itt felsoroltam, mindenből volt részem, és mindegyikhez szinte mindegyikhez köt egy annyira pozitív emlék, hogy mindegyiket ki tudnám emelni. Például napfogyatkozáskor, ami volt ezelőtt, a tavaly 2015-ben, március 20-án talán, de most már, hogyha nem az a dátum, ne verjetek meg, légy szíves. Megfigyelést szerveztem a közösen diákoknak, a Sepsi-Szentgyörgyi diákoknak, és sajnos felhős volt az ég. És mégis, amikor pont a maximumja volt a napfogyatkozásnak, a felhőtakaró annyira kivékonyult, hogy meg tudtuk nézni. És az a pár perc, amíg a sok diák wow-os, ájuldozott, jaj, de szép, gyönyörűs, az egy olyan élményt adott nekem, hogy nagyon pozitív. Holdfogyatkozással is kapcsolatban is egy pár évvel ezelőtt az óriás pincetetőről készítettünk holdfogyatkozás felvételt, de akkor alig voltunk 3-an kint azon a holdfogyatkozáson, de mind a 3-unknak nagyon-nagyon csodálatos élménye volt. Tehát változik, szinte mindennel kapcsolatban van valami emlékem, ami miatt ki tudom emelni. Ezt látni kell. Tehát ez az a kategória, ezért is próbálom rendezni rendszeresen a járdacsillagászati eseményeket, vagy itt kint a Vega Csillagvizsgálónál is a különböző eseményeket ilyen évi 2-3 alkalommal, hogy azt, amit én látok, azt, amit én fotózok, próbáljam átadni más embereknek is. Mert hiába mondom azt, hogy egy embernek, hogy hely, ott a Jupiter, te látod, mint egy fényes csillagocska, de annál több semmi. És én mondom neked, hogy nagy nagyításnál most éppen a Jupiter valamelyik holdja az Európának, az árnyéka éppen napfogyatkozást csinál a Jupiteren, és vonul át is, ezt láthatjuk, mert egyszerűen annyira összehasonlíthatatlan élmény, hogy vagy látod, vagy nem, és hogyha nem látod, akkor nem igazán tudod átélni szerintem. Tehát szeretném folytatni mindenképpen, hogyha fogok nyerni az a 6-os lottón, akkor kegyetlenül sok pénzt bele fogok az egészbe fektetni, ha nem, akkor annyit, amennyit a zsebem megenged. A lényeg az, hogy igen, szeretnék fejlődni, tehát álmodozni lehet, a határa csillagoség, olyan felszerelések elérhetőek amatőrök számára is, ami ezelőtt 25-30 évvel max a NASA és a Hubble számára volt elérhető. Tehát igen, szeretnék fejlődni, egy kicsit komolyabb felszerelést szeretnék vásárolni, amivel sokkal profi képeket szeretnék készíteni. Ilyen kis hiú állam magam részéről, hogy esetleg majd legyen egy kiállításom idővel, vagy egy kiadott évi naptáron, vagy valami hasonló, amin keresztül meg tudom mutatni az embereknek azt, hogy mi az, amit én láttam, és esetleg fel tudom kelteni a figyelmét más embereknek is, hogy egy szép hobbi, egy ilyen hobbi, amelyikbe érdemes fektetni. Ma Bándi Sándor Domokos gyümölcs- és zöldségszobrásszal, majd Csere Mihály amatőr csillagásszal és asztrofotóssal ismerkedhettek meg. Erdélyi történetekkel jövő héten is várom Önöket, addig is írják meg nekünk a Facebook oldalunkra, ha ismernek hasonlóan jó történeteket. A viszontlátásra!